Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntjük Önöket csütörtök délelőtt az Operatív Törzs mai tájékoztatóján. Elsőként kérem hallgassák meg dr. Müller Cecília országos tisztifőorvosasszony tájékoztatását. Jó napot kívánok! 585 főre emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon. Az elmúlt 24 órában további egy elhunytat regisztráltunk, így mindösszesen 21 főre emelkedett azon honfitársaink száma, akik elhunytak a betegségben, illetve valamilyen alapbetegségükre rakódott rá a fertőződés, és ez okozta a halálukat. Az elmúlt 24 óra elhunytja egy 70 éves férfi, aki szívérrendszeri megbetegedésben szenvedett, és további anyagcsere betegsége is volt. Jó hír, hogy a betegek, illetve fertőzöttek számával egy időben a gyógyultak száma is növekszik. Immáron 42 főt tartunk nyilván, aki meggyógyult a betegségből. A mintavételek száma értelemszerűen a fertőzöttek számával egyenes arányban nő, hiszen minden gyanús esetet laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzünk, és az ő kontaktusait, aki szoros kontaktusban volt vele, őket is laboratóriumi vizsgálattal nézzük meg. Tehát a fertőzöttek számával mindig növekszik a laboratóriumi mintavételek és vizsgálatok száma is. A helyzet az elmúlt napokhoz képest annyiban változott, hogy egyértelműen növekszik a fertőzöttek száma az egész ország területén. Ez változatlanul érvényes minden megyére, és akár minden településre is, hiszen nem tudhatjuk, hogy hol üti fel a vírus a fejét. Most már elmondhatjuk, hogy az egész ország területén jelen van, napok óta ezt mondjuk, és nem is mindig igazolható a fertőződésnek az útja. Tehát olyan sok kontaktus történik a fertőződések során, amit éppen el akarunk kerülni, ami már nem mindig teszi lehetővé az eseteknek a teljes feltárását, hiszen számos alkalommal már nem is lehet pontosan megmondani, hogy ki kitől kapta el a betegséget. Ezért változatlanul felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fertőződés lehetőségét minden lehetséges eszközzel akadályozzuk meg. Ez alapvetően azt jelenti, hogy az emberek ne találkozzanak, vagy csak minimális szinten találkozzanak egymással, tartsák be az egymástól való távolságot, és csak is akkor hagyják el otthonukat, hogyha az feltétlenül szükséges. Egy ilyen szükséglet tulajdonképpen az is, hogy ha valaki munkába igyekszik, akkor nyilvánvalóan el kell hagynia az otthonát. Néhány tanácsot szeretnék adni az ő részükre. Akinek van saját autója, javaslom, hogy azzal járjon munkába és haza egyaránt. Hogyha ő még utasokat is szállít, akkor ők helyezkedjenek el a hátsó ülésen, és nyilvánvalóan csak egészséges ember menjen munkába. Ez egy alapvető tétel. Keresse meg a lehető legrövidebb útvonalat. Jelentősen csökkent a forgalom még a nagyvárosokban is, tehát most viszonylag rövid idő alatt el lehet jutni a munkahelyre és onnan haza. Rendszeresen töröljék át fertőtlenítő kendővel a kormánykereket, a műszerfalat, ajtókilincset és minden olyan felületet, amit a gépjárművön is megérintenek. Gondoljunk itt a rádió gombjaira, vagy a fedélzeti komputer gombjaira, ami egy automatikus mozdulat, nem is mindig tudatosan csináljuk, hanem ahogy megszoktuk. Ezeket a felületeket nagyon jó, hogyha többször tisztítjuk és fertőtlenítjük is. Hogyha
ki és beszállunk az autóból, akár odaérkeztünk a munkahelyre, akár pedig haza, az első dolgunk az legyen, hogy mossunk alaposan szappannal, meleg vízzel, langyos vízzel kezet, és hogy egy fertőtlenítő géllel is töröljük át a kezünket. Hasznos és praktikus, ráadásul egészséges dolog is most, hogy ilyen ritka a forgalom a nagyvárosokban, akár kerékpárral munkába járni. Itt is távol maradunk a közösségtől, ugyanakkor a mozgás az nagyon előnyös mindenkor, jelen esetben is. Hogyha nem tudunk se autóval, se kerékpárral járni, hanem a tömegközlekedési eszközöket kell igénybe vennünk, akkor töltsünk el minél rövidebb időt a várakozással, tehát hogyha tudjuk, hogy mikor indul a járat, erre applikációk is vannak, akkor menjünk ki az utcára, amikor már feltétlenül el kell, hogy érjük a tömegközlekedési eszközt. A busz, illetve villamos megállókban minél rövidebb időt töltsünk el, de ha ott ácsorgunk, akkor is tartsuk azt a másfél méteres távolságot egymástól. Úgy is foglaljunk helyet ezeken a tömegközlekedési eszközökön, hogy meglegyen a másfél méteres távolság. Hogyha van lehetőségünk, akár egy papírzsebkendő is alkalmas arra, hogy esetleg ezeket a fogóckodókat, kapaszkodókat azzal fogjuk meg, és amikor elhagyjuk a járművet, leszállunk róla, akkor az első dolgunk az legyen, hogy ezt kidobjuk, ezt a szemetesbe, ezt a papírzsebkendőt. Hogyha hazaérünk, vagy be a munkahelyünkre, akkor rögtön mossunk kezet. Mindenkinek tanácsolom, akárhogy is jár munkába, jelentősen közülünk sokan használjuk a számítógépeket a munkánkhoz, vagy akár az egyszerű telefonokat, tabletet és egyéb informatikai eszközöket. Ezeket próbáljuk meg minden nap többször is letisztítani, egy fertőtlenítő kendővel áttörölni, hiszen ezekhez folyamatosan hozzáérünk. Ugyancsak nagyon fontos, akár a munkahelyen, akár otthonunkban, hogy a villanykapcsolókat, az íróasztal fogantyúit, a kilincseket, a lift nyomógombjait, tehát mindazon felületeket, amiket nagyon sokan megfogunk, érintünk, de igazából nem is tudatosul bennünk, hogy ezekre gondoljunk, tisztítsuk és fertőtlenítsük. Számos munkahelyen kihelyezték az automata készfertőtlenítőket, és ez egy nagyon helyes gyakorlat most a járványos időszakban. Ezek érintés nélkül adagolható fertőtlenítőszerek, amivel tudjuk többször naponta belépéskor, egy-egy zárt térbe történő belépéskor a kezünket fertőtleníteni. Úgyhogy ez mind a munkavállalók érdekében történik, és köszönöm, hogy a munkáltatók megfogadták ezeket a tanácsainkat, és számos helyen most már találkozunk velük. Köszönöm szépen. Köszönöm, főorvosasszony. Most kérem, hallgassák meg Lakatos Tibor rendőrezredes úrnak, az Operatív Törzs Ügyeleti Központ vezetőjének tájékoztatását. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, és hogyha már országos tiszti főorvosasszony a különböző ajánlásokkal és a betartandó magatartási szabályokkal foglalkozott, akkor hadd kezdjem én is a mondandómat azokkal a hatósági intézkedésekkel, amelyeket az elmúlt 24 órában végrehajtottunk a kijárási korlátozás és a hatósági házi karanténnal kapcsolatos szabályok ellenőrzése kapcsán. Összesen már meghaladtuk a 10-es számot az elrendelt és érvényben lévő hatósági házi karanténok számában. A mai napon 10.668-ra emelkedett az elrendelt hatósági házi karanténok száma, amelyeknek még a határideje nem telt el. Ezekkel a karanténokkal kapcsolatosan összesen 78.417 ellenőrzést hajtottunk végre, és 418 esetben állapítottunk meg szabálytalanságot. Ezzel erre vonatkozóan
Következő adatokkal tudok szolgálni. 36 főt figyelmeztetésben részesítettünk, 211 fővel szemben helyszínbírságot szabtunk ki, és 341 főt feljelentettünk. Az üzletek nyitvatartásával, illetve működésével kapcsolatos szabályok betartásának az ellenőrzése során 39 esetben figyelmeztetést alkalmaztunk, 25 esetben helyszínbírságot szabtunk ki, és 61 esetben szabálysértési feljelentést tettünk, és az új kiárási korlátozásokkal kapcsolatos szabályok ellenőrzése során sajnos 1187 esetben figyelmeztetést kellett alkalmaznunk, míg 76 esetben helyszínbírságot szabtunk ki, és 162 esetben feljelentést tettünk. Azért szeretném ezt kiemelni, mert mi továbbra is a polgárok együttműködésére alapítjuk ezeket a rendőri intézkedéseket. Ezért történhetett meg az, hogy ilyen jelentős számú figyelmeztetést alkalmaztunk, de sajnos vannak súlyosabb szabályszegések is, illetve visszatérő szabályszegők, akikkel szemben már a helyszínbírság és a feljelentés intézkedést is alkalmazni kellett. Nagyon sokszor előfordul, hogy fiatalok egyes csoportjai gyülekeznek a közterületen, annak ellenére, hogy nem kell iskolába vagy munkahelyre menniük. Ezeket az indokolatlan közterületi tartózkodásokat azt gondolom, ahogy országos tisztifőorvos asszony is mondta, célszerű a minimálisra csökkenteni és betartani valóban a kijárási korlátozással járó szabályokat. Szeretnék beszámolni arról is, hogy az új koronavírus járvánnyal kapcsolatosan továbbra is figyelemmel kísérjük azokat a jogsértő cselekményeket, amelyek az állampolgárok biztonságérzetét jelentősen befolyásolják. 32 esetben indítottunk büntetőeljárást rémhírterjesztés miatt, 22 esetben közveszélye fenyegetés miatt, és ami nagyon fontos, 29 esetben csalás miatt indítottunk büntetőeljárást. Itt szeretném ismételten felhívni a figyelmüket arra, hogy nagyon sokan próbálnak meg visszaélni ezzel a helyzettel, és olyan termékeket, olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyek egyébként köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. És ezeknek az áldozatai, ezeknek a cselekménynek az áldozatai sajnos anyagilag eléggé megérzik ezeket a jogsértő cselekményeket. Próbálunk erre odafigyelni, de kérjük Önöket, hogy minden esetben megfelelő körültekintéssel járjanak el az ilyen termékek, szolgáltatások megvásárlása esetén. A határhelyzet nyugodtnak mondható, jelenleg Röszkén a belépő teherforgalomban, illetve Csanádpalotán a ki- és kilépő személy- és teherforgalomban van kisebb várakozás, ez azonban nem haladja meg a szokásos, megszokott várakozási időt. Talán jó hír a határmenti településeken élőknek, hogy Szlovénia és Magyarország között is megnyílt a lehetőség arra, hogy a munkába járók újabb határátkelőjét használjanak. Bajánsenyén ma reggel 8 óra 15 perckor a szlovén fél eltávolította a betonelemeket, így a továbbiakban ezen a határátkelőhelyen a munkahelyükre igyekvők át tudják lépni a határt, természetesen a megfelelő szabályok betartásával. Folyamatosan folyik a környező országokkal az egyeztetés az országos rendőrfőkapitányság részéről, és azoknak az országoknak az állampolgárai, ahol ilyen kétoldalú megállapodások születnek, azok a munkábejáráshoz használhatják az átkelő helyeket, anélkül, hogy bármiféle korlátozásra kell, hogy számítsanak. Köszönöm szépen a figyelmüket!